Emlékeztek még arra a parára, amikor a jogsit csináltátok meg és mentetek a forgalmi vizsgára? Na valami olyasmit érzek most, 20 éves a jogosítványom, nincs még büntető pontom egyébként, és nem ez miatt kell újra vizsgáznom, de Pető Attilával, Alkresz professzorral régóta kerülgetjük egymást, hogy valamit kéne egymással kezdenünk. Én borzasztóan elismerem azt, amit ő tud Kresszről, forgalomról. Most újra fog engem vizsgáztatni, éppen oda tartok. Drukkoljatok nekem, ne szívjátok túlságosan a véremet, hanem ez egy görbe tükör felétek, hogy a hibáitokat észrevegyétek. Ebben a pillanatban buktattalak meg. Attila vérprofi, 88 óta, én mondom csak, hogy kisgyerek voltam, amikor Attila már oktatott, szakoktatott. Ez az életed utolsó 50 perc, amikor végig szabályosan vezetsz. Az elég kemény. Nem mellette tanultam vezetni. Vannak nagy nevek, akik mellette tanultak vezetni. Egyébként például Geszti Péter. Egy ölelés így a karantén. Vigyük magunkkal. Szerintem nem menne olyan jól. Nagyon szerintem, hogy a segítem. Teljesen megértelek. Izgulom. Izguljál, ez nem állt. A tanulók is mindig izgulnak. Legutóbb mikor volt ilyen, hogy vizsga beültés, akkor vizsga biztos hátra, mikor? Hát bevallom őszintén. Két napja, tegnap? Nem. Én ugye két dolgot csinálok úgymond főállásban. Az egyik, hogy vezetem a Mosolyzó autós iskolát, ami abban egyedi, hogy Magyarország egyetlen női autós iskolája, és tényleg az ügyfeleink 90%-a csak csajok, de azért bejönnek fiúk is, szeretik ezt hallani. És a másik, amit csinálok, hát a becenevem, ugye, ami úgy szól, hogy Kressz professzor, ezt biztos hallottad már? Egy néhányszor. Közben beindítom itt a felfelé. Csabból is folyszatikám. Igen. Nem tegezhetek, bocsánat, mert... Nyugodtan tegezél, a mi szakmákban mindig tegeződünk. Tiszteletből se. Lehet? Ebben a szakmában így lehet? Mi úgy is kérjük a tanulótól, tudod miért? Mert ha most azt mondom, hogy legyen szíves, ha megkérném, hogy megnyomná a fékpedál helyett, azt mondom, hogy fékezz, azért az sokkal látványosabb, jó? Na szóval, de most akkor tényleg ezt komolyan vesszük, gyerekek, úgyhogy be is kötjük magunk. Jó. Az elég valami. Én is bekötöm magam, hozzáteszem, az oktatók bekötik magukat az órán. Tehát jelen pillanatban a Kresszben csak a taxisok élveznek mentességet. Jó, várj, és most én körüljártam egyébként az autót. Ellenőriztem? Ellenőriztem. Ugye úgy van a Kresszben, hogy napi első ellenőrzés, hát vegyük úgy, hogy ez már megvolt. Na, Krisztián, megnézzük, hogy tudsz-e vezetni. Jó? Mintha igazi vizsga lenne. Tehát most úgy vezet, tényleg nem játszunk rá gyerekek? Nem, úgy vezess, ahogy szoktál. Annyi különbség lesz, hogy néha beleszólok, hogy merre megyünk, jó? Jó, te mondod, biztos, mint a GPS. Meg az oktatás közben is az oktató mondja az utat, még a vizsgán is, azt tudod? Hogy jó, vizsgán... kapcsoltam a lámpát. Nagyon jó, ügyes szólok. Vagy. Biztonsági, be van csukva, te is be van csukva. Kitolhatunk is, könnyebb lesz a kamera miatt. Hát akkor induljunk, az első művelet mindig az elindulás, ugye. És az indexet tesszük ki mindig előbb, tehát nem amikor már mozdul az ez most autó. Nem mondott komolyan, hogy már... Már, most már egy tényleg? Hibavonalat már tudok írni, tehát mindig írni. De ez tényleg, ez most beírja. Ez egy hibavonal, igen. Vizsgán úgy van, hogy vagy azonnal megbuksz, majd fogok szólni, lesz ilyen, vagy pedig egy hibavonalat kapsz, ugye? Na jó. És a vizsgán ebben a pillanatban buktattalak meg. Pillanatban megállsz, nem jön mögöttünk senki, el is magyarázom miért. Jó. Mert nézd vissza, ott egy behajtani tilos tábla. Tehát egy irány utcából az úttest bal széléről onnan kéne balra kanyarodni. Most annyiból bocsájtok meg neked, hogy talán nem emlékszel, hogy egy irány utcába parkoltál, mert ezt úgy elfelejteti az nem ember, jó? Úgyhogy ennyi egyedül, de már nem sikerült a vizsgád, úgyhogy ennyi. Kezdő szinten a Kressz szabályait betartva tessék menni ebben az 50 percben. Láttad ki, bocsánat, csak közben van kérdésem. Persze, lehet kérdezni, igen. Kikottyant az index, ez olyan gyakori ugye most állt. De ettől, jó, de ettől ez rendben van, jó. Tehát még egyszer a Kressz szabályait be kell tartani, a Kressz pedig az előző helyen előírta,
hogy bal szélre kell sorolni. Nem soroltál be, ez már lehet bukás jog. Szokták mondani a tanulók, hogy ilyen szigorúak a vizsgabiztosok? Hát nem, mert ő megmondta az elején, hogy tartsd be a pressz szabályait. Uh-huh. Tehát szoktam tréfásra mondani a tanulóknak, ez az életed utolsó 50 perc, amikor végig szabályosan vezetsz. Már itt is baj van, mert ha jobbról jönne valaki, elsőbséget kéne adni, és nem férne mellénk. Ja, hogy tehát úgy. Itt ki lent kéne lenni a jobb szélen. Szerencséd van, mert nem erre jön. Szoktak szerencségelni az onnan érkezők, hogy nem férnek el. A néni hiába mutogat, most neki nincs igaza, megbuktatom a gyalogost, mert itt nincs elsőbség a gyalogos. De nagyon agresszíven nézett. Nagyon udvarias volt, tehát egyenesen végig megyünk ezen az úton. Itt nincs jó. Igen, de azért benézzünk? Ezt sokan nem tudják, sokan kérdezik tőlem. Hát figyelj, a videóink alapján érdemes benézni. Egyrészt ugye vannak a szabálytalan biciklisek, egyre több, mert azt hiszi, hogy minden egy irány utcába szabad szemből jönni. Azon kívül jöhetnek ám egy irány utcából, jöhet egy szirénázó mentőautó, aminek épp halk a szirénája. Jogosan. Jöhet éjszaka a kukásautó. Mondjuk most nincs éjszaka, de éjszaka egy irány utcából szemből jöhet a kukásautó, és mivel jobbról jön, ezért elsőbsége van. Most egyébként már jobbra orientáltam a sávon, mert már most tanultam tőled ezzel. Nagyon helyes. Ugye, hogy lehet tanulni oktató mellett is. Ja, az, az első két hiba nem lett volna, akkor most még tök optimista hát lennék igen, egyébként, de, hát de tulajdonképpen ez a műsornak az a része, amikor már nem is mennék. Jó, és ugye amit nagyon jól reagálsz, a tanulók nem szokták ennyire, ezt a sok-sok megállás. Nagyon furcsa, hogy a tanuló beül a kocsiba, mondjuk akár a vizsga elején, és örül, ha nem kell megállni egyszer se. Tehát örül, ha elindult, és menjünk. Én mindig szoktam mondani, hogy nem tudsz semmit a vezetésből, ha nem mersz megállni és elindulni, tehát ez az alap. Jó, de ez itt automata és nem kell vele szenvedni. Egyébként sokkal jobban tudok azóta a forgalomra koncentrálni. Ez így van. Mióta? Így van. Ezt megelőztem volna, ha most nem ülsz itt. Hát, ha nézik olyanok is az adást, akik jogosítványt szeretnének, hagyd mondjam el, hogy ma már lehet automata váltós autóval is tanulni, csak annyi baj van, hogy a jogsíva beírják, hogy csak ezt vezethetünk. Igen. Viszont a tapasztalat az, hogy körülbelül 10 órával hamarabb jutnak el a vizsgáik. Jaj! Ugye? Már most jaj, kell... már itt már rászoktam volna, jó, csak... hogy gyorsan megyek. Hát igen, a gyorshajtás ez egy tipikus példa. Nem fogod én nagyon sok tanuló elvérzik a vizsgán gyorshajtás miatt. Ez egyszerűen nem, ha ezt betartod, letolnak, ledudálnak, és ezt ki is fogjuk próbálni egy következő műsorban, már megbeszéltük, de még nem lőjük lap. De arra azért készülj, hogyha balesetet okozol, ütközöl, meghal valaki, ez a legrosszabb eset, akkor a bírósági eljárásban elő fogják vonni, hogy te nem 50-nel mentél, hanem 58-al. Tehát mondtad, hogy ugyanúgy vezessek, ahogy szoktam. Nem tudok ugyanúgy, mert önkéntelenül itt ülsz, érted, nem lehet. Egyenesen. Jó, persze, csak én közben figyelem, hogy itt 30-al lehet menni, hát én itt azért van. Na, jó, na itt, itt már meg ment. A gyalogos, figyelj. Gyalogos, jobb kész szabály. Pedig nem mentem gyorsan, 20-szal mentem, de mégis. És ugye, ha előre néztél volna, az a tábla sugall valamit, hogy itt valami nem stimmel. Hát nyilván, ez a jól nevati alapot, egy vizsgaterület egyébként, úgyhogy a tanulók ezt kívülről fújják. Istenem. Ez hihetetlen. És tényleg, gyerekek, tényleg 20-szal mentem, és nagyon figyelek. És jó, egy kicsit lehet, hogy nem kéne beszélni, igen, ezt nem is szabad. Ez itt nem jobb kéz. Hát de, hát miért nem lenne jobb kéz? Ez csak egy parkoló. Hát de, és honnan tudod, hogy a parkolónak nincs kiállata? És ez az már akkor jobb. Hát útnak, útszerű dolognak tűnik, akkor az már jobb. Jó, figyelj, én itt a 30-ra figyelek, az is valami. Persze, nagyon jól csinálod. Jó, oké. Ez egy mit gyalogos. Ez rendben volt. Ez is jobb kéz, igen. Ugye ez egy nagyon csalóka. De ez, ez sokan, sokan. De végig kim van a tábla egyébként. Igen. Tehát ha figyeled a veszélyjelző táblát, akkor látod is, hogy itt hopp. Ez nem baj. És ez is jobb kéz. Igen. Meg tudnál állni, hogyha nem. Jönne valaki? Úgyhogy ne essünk ki a szélvére? Na, úgy nem. Hát, igen, tehát itt a szemedet ilyen úton végig kell vezet, ez is olyan, nem ez egy irányú, ez most szerencséd volt. De nézd meg, mutatja kifele ott a kötelező haladás irány. Az, tehát itt van egy utca jobbról. Tehát már itt kéne lelassítani, hogyha jön valaki, ne essen ki a hátsó. Ezek itt a legtöbb embernek, elárulom, nem csak én vagyok ilyen. Ezek parkolók, gyerekek, és itt nem számítok rá, hogy kijönnének. Pedig kijöhet, és te vagy a hibás. Így van. Ha kötelező haladás irány tábla van, az azt mondja, hogy a kresszék kereszteződésbe helyezik el, tehát az nem parkoló. Én mindig azt mondom, állj meg és pihenj addig. Amíg áll az autó, nem lehet megbukni. Torstársad megy előtted tanulókocsi formájába. Itt elég sok tanulóautó van egyébként. Kapjuk el, igen. Na itt kész, szemben is álljon félre, ennyi volt. Hát nem, ez is. Ugye megfordulásnál egy fontos szabály van, hogy nem szabad a többi járművet akadályozni. Hát jó, ezt biztos tudod, de ezért... De hát jön, és ez nem baj, hogy megálltál.
De nem baj, hogy megálltál. Ugye az akadályhoz azt jelenti, hogy másik járvány lassításra kényszeríteni. Teljesen jó. Tehát ez egy vizsga feladat, hogy megfordulás. Amiből kétféle lehet, ez az Y, vagy szélesebb úton esetleg az U alak, de ott nagyon széles út kell. Jó, jó, és akkor megyünk tovább, ahogy a közúti jelzések mutatják. Ugye körforgalom a befele haladásnál nem kötelező jelezni, te jeleztél, nem követtél ezzel baj, de ez az egyetlen egy irányváltoztatás, amikor nem kell jelezni. Akkor se, ha egyből kijövök jobbra? Már akkor a kihajtás nem miatt kell jelezni, de a behajtásért effektíven nem. Jelezhetsz már, én is szoktam néha, de ugye ez nagy területű körforgalom. Most ez itt egy sáv. Hát, elfér egymás mellett két autó? Akkor két sáv. Oké. Okay. Ugye? Tehát a Kressz már jön mögöttem egy Skoda és ideges. Hát nem. Előbb. Valahol. Na ezzel mi van, amikor betartanád, de jönnek rád, és megyünk, úgy érzed, hogy nem megyünk frusztrál. Megyünk tovább a körforgalomba. Kicsit körözünk. Jó, mit szólsz hozzá? Aztán tudod, hogy ez a sok autó hogy szabálytalanul áll. Mindegy. A Kressz nézem. És tudod-e, hogy miért? Miért megállni? Hát ez forgalomszervezési hiba, mert hogy megyünk tovább még a körforgalomba. A Vekerle központi körforgalmában nem lehetne. Jó, és akkor oda két autó középen parkolunk ide jobbra-hátra. És akkor meg is beszéljük ezt, és akkor egyben kihúztad a jobbra-hátra parkolást, és akkor jó, meg is csinálod. Vizsgán annyi a különbség, hogy nem azt mondja az oktató, hogy oda, hanem azt, hogy válasszunk egy helyet, és ugye amit vizsgán nem lehet, amit most csinálsz, hogy nem az utat nézed, hanem a parkoló kamerát. Nem lehet a kamerából? Ez vizsgán nem lehet. Úgy van a szabályzatban, hogy tolató radart és segédeszközt. Jó, akkor viszont azt megcsináljuk rendesen, ebbe bele fognak kötni az olvasók, mert is van. Így van, letakarom így a kezemmel. Takar, jó? Komolyan takar, úgy, mert én is most magamra vagyok kíváncsi, mert három éve használok ilyen autót, amiben ilyen van. És akkor most álljunk be. És nem fogok tudni és magamat szívettem. Nem, oda néztem egy pillanatra, mert elvettem. Nem nézem. Reflexből megint oda néztem, nem bírok nem oda nézni. Ez szívás. Gyerekek. Kötényt oda teszünk is lehetett. Az van, hogy tartsra tesznek minket. Nem, most is belenéztem. Ne nézd, mutat. De nem bírok beállni. Hát dehogy nem. Ez nem sipol, csak mutat. Ez nincs, mert radar nincsen ebben, ja, értem, csak kamera. Na hát akkor magadtól légy szíves. Ettől jó. Lehet hátra is fordulni, nem csak tükörből, ugye a tanulótól mi kérik rá. Nekem a nyakam már beáll. Nem baj. Fordulj hátra ott a kamerába, jól fogsz mutatni. Mert megint belenéztem. Nem, nézz hátra. Ó, jó, én jobban nem merek. Teljesen jó volt. Jó. Na, úgyhogy ez egy... Nézd ki az ajtót és nézzük meg. Megnézzük, ugye 30 centi, hát ez pont egy papírlap, ez épp hogy határeset. Tehát ez 30 centi ez pont. Ha már 32 lenne, már kötözködhetnék, de nem kötözködök. Jó. Tehát még egyszer, amit elkezdtem mondani, körforgalom, a Kressz szerint körforgalomban tilos megállni. Ez egy helyzet, bár ha megnézed, ott vannak kijelölve parkolóhelyek, kivéve ha közúti jelzésből más nem adódik, tehát a parkolóhelyjel legalizálhatják az itt állókat, de van olyan hely a Vekerlin körben, ahol nincs kifelfestve. Tehát ott jogilag, tehát mindenki itt áll, de ez szerintem egyébként, elmondom neked, ez nem egy körforgalom, ez körbe egy irány utca, csak könnyebb volt egy körforgalom táblát elhelyezni. Kresszileg az, tehát Kressz amikor én 88-ban elkezdtem oktatni, ha hiszed, ha nem, Budapesten itt volt egyedül körforgalom, sehol nem. Komolyan? Még idehoztuk ki a tanulókat, meg a Török Bálinti temető előtt volt egy kis körforgalom, oda mentünk ki, nem volt körforgalom, most meg hát tele van a világ körforgalommal. Nem véletlen, hogy nagyon sok régi vezető nem tud közlekedni helyesen körforgalom. Nekem olyan autóm van, ami csak pütyög, és múltkor beültem egy másikba, és simán neki mentem tolatásnak kukának. Bevallom őszintén, annyira benne volt, ahogy vagy, neked hogy is. Ezeket elmondod, jó fej vagy, én azt hittem, hogy egy tökéletes ember mellett, és ez hát, olyan jó, de tényleg. Előfordul. Figyeljetek, gyerekek, nektek mondom, hogy óva intettek engem ettől a műsortól, hogy világ égés lesz, mert hogy tényleg, hogy ez annyira gáz, hogy tökéletességet vártok, várnak az emberek, nem vagyunk azok, nem, abszolút is ti se ott, és hogy Attila se, és ez engem annyira megnyugtat, neki ment egy kukának. Neki mentem, mert nem sipoltat olyat, és mert ahogy te is állandóan ránéztél, aha, és nem bíztál a szemedbe. Nem. Na menjünk tovább, még nem egy kicsit, még azért menjünk, még fél órája jövünk. Mert most fél órája jövünk, és 50 perc. És már háromszor megbuktál, úgyhogy végül is teljesen. Na jó, csak kétszer ez egy irány. Na, megint nem használhatom ezt a cuccot. Hát igen, kiállásnál sem. Jaj. Na. De hát, bőven van hely, úgyhogy.
Ugye ismét az irányjelző nélkül kezded az elindulást. Azt hittem lefulladt. Ha-ho! Ismét irányjelző nélkül. Jó, ez ennyi, ezt elismerem. Ez szégyenletes volt. Te szégyenlet, hogy el kell indulni valószínű. Vagy ne lássanak, vagy titokba akarsz maradni. Nem tudom, mi lehet az. Várj, és ráadásul manuál váltóba kapcsoltam, és nem vált az autó, ez megzavart, most már vált. Jobbra kimegyünk, ugye körforgalommal kifele jelezni kell, ez nagyon jó. Ez marha jó, csak már megint megbuktam. Na fia, itt most állnak. Kitérés szabálya, szemből jönnek, útszűkület, el kell engedni őket, nagyon jó. Azért már bepréselted volna magad? Be, biztos. Biztos, hogy... Fú, ez az irányjelző, ez kemény volt. Eddig ez volt a kemény, meg ott az elején. Az irányjelzés egyébként megosztó még a vizsgabiztosok között is. Van, aki hibavonalat ad csak, van, aki buktat azonnal. Én úgy gondolom, helyzettől függ. A vizsgabiztos te mindig ismered? Nagyon sokat ismertem. Hát én magam is részt vettem a vizsgabiztosi tanfolyamok szervezésébe, tehát mondhatnám, még ilyen Kressz módszertanból előadást is tartottam nekik, de én magam soha nem akartam vizsgabiztos lenni, bevallom őszintén. Miért? Túl jó szívem van. Én mindenkit átengedtem volna. Egyébként igen, és most tényleg tudom, hogy kommentelni fogjátok, hogy, mert nagyon gyakran ez elhangzik kommentben, hogy, vagy most leírva, hogy nagyon sokan azt gondolják és azt nehezményezik, hogy nem kellő felkészülten kerülnek ki a nebulók az oktatási rendszerből, és hogy ezért tartunk ott néha, ahol tartunk, hogy olyan dolgokat látunk, hogy valaki parkol, és egyszerűen nem érti az autó működését, látszik a kormány mozdulatból, hogy nem tudja, mi miért történik. Egyszerűen majd a lámpánál balra megyünk, jó? Rendben. Azért van ebben alap, megmondom, miért van alap. Mert ugye a legjobb szándékú oktatás mellett is nagyon sok tanuló tudja az ő jogát. A jog pedig úgy szól, hogy ha megvan a 30 óra és az 580 kilométer, akkor mehet vizsgázni. Tehát lehet, hogy az oktató azt mondja, hogy bocs, de nem vagy még fölkészülve, de attól ő még mehet vizsgázni. Ez a fajta jobb kéznél, lehet, hogy tök triviális, de én valahogy balra nézek el. Az nem baj, az nem baj. Amire figyelj ilyen keskeny utcákon, az elhelyezkedés. Tehát most képzeld el, itt a jobbkezes utca jön, ha te nagyon középen maradsz, jobbra jön valaki, és ide akar, nem tud élni. Tehát ez az a hely, ahol vissza kell jönni, hogyha tényleg jönne valaki, akkor ne az legyen, hogy köszönöm, mehetek, hanem élhessen a jogával. Ezt gyakran csináljuk. Ugye? Ezt én is nagyon gyakran csinálom, hogy bocs, Góri, bocs. De hát neki joga van jönni, mert jobbkéz szabály. És ugye, hogy meglátom, már megállni már nem tudnék, de én tudtam, hogy ez jobbkezes, csak már nem tudtam már megállni. Van olyan helyzet, ahol tényleg az a praktikusabb, hogy ő is elenged, mert jobban elfér. Hát könnyebben ki tud kanyarodni, de hát az autósok sokszor kockáztatnak, de ez a jó, amit csinál. Gyalogosok jobbról. Igen, ugye elsőbsége nincsen, de nem mindig az a, hogy nem ütjük el. Mert elsőbséget adni, meg elütni, az két külön dolog. Jaj. Jobbra megyünk. De itt még közben kitaláltam egy feladatot, menjünk balra. Következő sorban. Ja, ott jó. Nézd meg a táblát, hogy ezt hogyan kell balra. Ja, ez izgi, igen, ez menjünk a felútvonal jobbra megy. De és mi balra megyünk, és akkor állj meg egy pillanatra, ismét megbuktattalak, nézd vissza, milyen tábla van itt. Visszanéz. Oh, ja. Egy irány utcából jöttünk megint. Ja, hogy ki kellett megint volna megint sorolnom. Ez a harmadik, ez a legnagyobb veszőparipád neked, nekem meg a legnagyobb gyengeségek. Hát, elmondom neked, a vizsga egyik leggyakoribb bukási oka, helytelen elhelyezkedés. Ezt komolyan mondod? De ezt vezet az elsőbségadás, vezet a gyalogos, és utána jön a besorolás szabály. Tehát ez egy olyan... Nem tűnik egy olyan nagyon kardinális problémának, ezért még soha nem dudáltak például le. Majd elmondom mindjárt, hogy miért tűnik annak, nem tudom, vissza tudunk arra fele menni, tanulságképpen. Itt ez jobbra megyünk. Ja jó, de megy ilyet, itt jobbra megyünk. Tehát be lehet húzni azért a csőbe, és az utca végén megint balra megyünk. Hát ott nem ismertek. Balra megyünk. Na, hova a kilipesor van? Istenem! Na most most buktattalak be még egyszer. Nézd vissza, milyen tábla van itt? Nézd vissza. Igen. Milyen tábla van itt? Hát
jött meg. Hát de akkor ez nem egy irányú, bejöttél bal oldalra. Aj, júj, de aljas, nem, ez most, ez az, amitől féltem már egy hete, mikor letárgyaltuk ezt a vizet, ezek azok, és végig csináltam volna. De nézd meg majd vissza a felvételt, állt egy autó szemből, és ilyen, akkor nem lehet egy irányú. Na jó, hát magamat lényegében, de tényleg. Ja igen, most ilyenkor elsőbséget kell adni, és itt egy gyalog átkelőn állok. Ha most közben jön egy gyalogos, akkor ez akkor ilyen ugariatlanság, hogy megbuktam. Hát ha elengeded a gyalogos, tehát az, hogy picit ráállsz a zebrára, az nem az nem. Forgalmi okból nem tilos a zebrán megállni. És ezek a... az olyan vonal, tehát hogy van a stop tábla vonal, de nem látom be a kereszteződést. Engem ez annyira dühít, hogy ott a vonal, ahonnan nem látom. Igen, be, és de ilyenkor kell azt megállni. Mondja, vagy azt tanítjuk, hogy megállunk, és kétszer kell megállni, így van. De hát ez homság. Hát nem mondom ki, de ez az. Ezen vitatkozni, beszélgetni. Na itt a hagyományos kerékpársáv, ami folyamatos vonal. A kereszt szerint így kéne fölfesteni, tehát a körúton a szaggatót, az egy kényszerhelyzet. De az Üllői úton nem értem miért, mert ott nincsen parkolóhely. Tehát az Üllői úton is folyamatosan kellene felfesteni, majd most lesz egy filmem, ezzel fog foglalkozni. Jó, elmegyünk egészen az Üllői útig, és akkor megyünk vissza. Tehát tulajdonképpen az Üllői úton lévő kerékpársáv az úgy nem is annyira... Az folyamatos vonallal kéne, mert a szaggatott vonalnak nincs értelme, mert akkor rá fognak menni az autósok például a besorolásnál, és az úgy teljesen szabályos. De a Kressz úgy mondja, hogy a kerékpársáv folyamatos sárga vonallal elválasztott sáv, amely a kereszteződésben és a parkolóhelyeknél szaggatott lehet. De ha nincs se kereszteződés, se parkolóhely, ott nem lehetne szaggatott. Úgy, mint itt. Itt nagyon jó volt fölfest. Bosszant ez, hogy az útépítők, a forgalomszervezők nem a jogszabályok alapján készítenek valamit. Aha. Érted? És utána én magyarázkodhatok, de miért szabályos, miért szabálytalan, stb. Tehát, ahogy az autóst megbüntetik, mert 57-60-nal megy, ugyanúgy felelősségre kéne vonni azokat is, akik az utakat csinálják, meg a táblákat elhelyezik, ha nem jól helyezik el. Tehát van erre jogszabály, hogy hogyan kell a táblákat kitenni, hogy ne verd bele a fejedet például, nem lehetne annyira lent. Gyalogos megy és beveri a fejét, tehát baleset veszélyes. Hát azért látszik a 20 év vezetés. Volt balesetet, vagy volt? Olyan, hogy nekem jöttek a lámpán, láttam, hogy te okoztam el. Nem, saját hibás nem volt, hála a jó égnek. Na erre vártam. Ennek hogy örült volna a vizsga? Mi van, ha onnan jön a gyalogos? Tényleg, ha ott áll, akkor is megállok. Na? A Kressz azt mondja, hogy a zebrán nem szabad zavarni az áthaladását. Tehát, hogyha onnan jön és zavartalanul tovább tud jönni, akkor nem kell megállni. Komolyan mondod? Hát miért? Hát biztosítod a zavartalan áthaladását. Tehát nem az, hogy egy, de csak azért, mert várj, most van. Ez csak egy kétszer kétsávos út van. Lenne az Ady Endre, és nem lenne itt a villamos. Akkor is? Tehát nem zavarhatod az áthaladását. Ha olyan messze van, hogy ő tud jönni, és te el tudsz menni előtte, akkor biztosítottad az elsőbséget. Ha megtorpan a gyalogos megáll, akkor baj van, mert az elsőbséget nem adtad meg neki. De nincs annak értem, hogy most onnan elindul, és akkor te itt már leállsz és megállsz. Jézus, már ezt se tudtam, de egyébként ez olyan furcsa, mert mondod, hogy nem akadályozhatom nem a haladást, nem zavarhatom. Hát de ennyi erővel akkor kikerülöm jobban, és akkor... Akkor az már zavarás. Tehát ha a gyalogos figyelmét elvonod, akkor az már zavarás. Megérkeztünk. Mit mondasz, Atikám? Fölismered ezt a képet? Neked csináltam, itt jártunk. Így, tehát ezek a helyezkedések nem stimmeltek. Egy irány utca, itt ugyan elhadogva a tábla, bal szélről kell sorolni, hogy az autó csinálja. Azt kérdezted, miért baj az, ha innen mész? Hát pont azért, ide beállsz, innen mész, és közben egy élelmesebb autó meg beáll a jó helyre. És már is egyszerre kanyarodtok balesetlen. Ha pedig egy irányú helyet, két irányúból mész bal szélre, amit elkövettél, bár tényleg egy kicsit provokáltal, akkor meg a jogatartás megsértés. Hát szemből bejön valaki pont orrodba. Én remélem, hogy ti is okultak ebből, és ezeket a hibáimat, ezeket kicsit megvizsgáljátok önmagatokban, hogy nektek mik a gyengeségeitek, és egy kicsit máshogy kezdtek el vezetni holnaptól. Sziasztok! Támogatóink! Emaki.hu webáruház. Termékek a család minden tagjának. Gyertya Kovács Kft. A tortadíszek világa.